megy, és kezdje sétálni. Mi is sétálunk. Arra gondoltam, hogy megbeszélhetnénk, mielőtt hasra nem esek, azt a dolgot, hogy hogyan is működik a Master Tempo, ugyanis a múltkor én feltettem egy videót arról, hogy hogyan működik a Master Tempo, és Gábor felvilágosított, hogy már nem úgy működik, régen valóban úgy működött, de ez megváltozott, és belefutottam hát egy szakemberbe, aki ezt el tudná nekünk magyarázni röviden, tömören, dióhéjban, egy másfél óra alatt el tudnád mondani, hogy működik manapság egy Master Igen, Tempo? Igen, ez egy 3-4 órás videó lesz szerintem, remek, hoztam szernéltető eszközt is. Popcorn. Nincs abszolút megtervezve a beszélgetés, tehát igazából csak kísérletet teszünk erre, aztán majd valami lesz, de az biztos. Igen, az operatőrünket majd néha figyelmeztetjük, hogy a hengerben esik. Ha gond van, majd így neki dobom a botot, és akkor az jó lesz. Na szóval az van, hogy alapvetően két fogalmat kell megérteni ehhez. Az angol azt mondja, hogy time domain és frequency domain. Magyarra lefordítva időtartomány és frekvencia tartomány. Te általában az időtartományban gondolkozol, ami az audio esetében a hullámforma. Mondjuk egy WAV editorban vagy ugye a DJ szoftverben nézed a hullámformát, látod, hogy balról jobbra megy ugye az idő, és tök egyszerű megérteni. A frekvencia tartományt is egyszerű megérteni, mert az meg olyan, mint régen az autórádión a grafikus EQ. Ahol így ugrálnak a frekik, vagy a DSP-n. Tehát a frekvencia analizátor, vagy spektrum méter. Vagy úgy, igen. És ugye a kettő között van egy transformáció, amikor az időtartományból átmegyek a frekvencia tartományba. Hiszen azt valahogy azt az ugrándozó EQ-t azt valahogy elő kell állítani. És az a lényeg ennek az újfajta time stretchingnek, ami már egyébként vagy 20 éves, hogy a master tempo ebben a frekvencia tartományban van megvalósítva, nem az időtartományban. Amit te elmagyaráztál, ugye a régebbi master tempo az az időtartományban volt, hogy van nekünk így a hullámformánk, ide rajzolok egy szépet, de mindegy, de van a hullámformánk, és akkor elcsipked belőle darabokat, vagy hozzátesz darabokat. Ez az új fajta pedig a frekvencia tartományban működik, teljesen másképp. Köszönjük. Igen. Tehát, amikor áttransformálok a frekvencia tartományba, egy olyan matematikai műveletet csinálok, amit legtöbbször úgy szoktak a laikusok hívni, hogy FFT. Ezzel szerintem elég sokan találkoztak már. Én még nem. Nem. De... TFT, azzal találkoztam korábban, amikor bejöttek a kis vékony. Igen, igen. De szerintem azért vannak olyanok, akik találkoztak azzal, hogy FFT, ha más nem, valami zeneszerkesztő szoftverbe, ők is néztek ilyen frekvencianalizátort, és lehetett állítani az FFT-nek a méretét. Lényegtelen. FFT-vel, mikor átmegyünk frekvencia tartományba, akkor alapvetően három dolgot tudunk meg az audióról. Felbontjuk ugye frekvenciasávokra, és minden egyes frekvencia sávnak, az angol úgy hívja, hogy frequency bin, azaz frekvencia vödör, mindegy, minden egyes ilyen vödörről három dolgot tudunk. Egy, tudjuk a középső frekvenciáját, hogy mondjuk 25 Hz, 35 Hz, stb. Tudjuk az erősségét, vagy magnitúdóját, hogy ugye azon a frekin milyen hangos a jel, és van még nagyon fontos harmadik információ, a fázisa. A fázisát tudjuk meg. És ez az újfajta time stretching, vagy master tempo, ezt a fázist módosítja. Tehát, hogyha én ebből a három adatból módosítom a frekvenciát, akkor a hang elkezd mondjuk följebb menni, vagy lejjebb menni, nyávog, dörmög. Ha módosítom az erősségét, akkor mondjuk az az adott frekvencia hangosabb lesz, vagy halkabb. Az ugye az EQ, de ez a lineáris EQ, mert a fázist nem módosítottam. És ha a fázist módosítom, akkor tudok csinálni ilyen trükköt az idővel. És akkor most átmenjünk egy kicsit másik fogalomba. Ha hiszitek, ha nem, minden egyes audiójel felbontható színusz hullámokra. Minden egyes audiójel, akármilyen durva Electro House és már négyszögjel, meg nem tudom én mi, az is felbontható különálló színusz hullámokra.
és tökéletesen ábrázolható ezekkel, tehát nem csak körülbelül, tökéletesen. És ezzel a transformációval, amit említettem, gyakorlatilag szétbontjuk a szignált különálló színusz hullámokra. Minden egyes ilyen frekvencia vödör az egy színusz hullámot reprezentál. Oké? Okay? Ez így el tudjuk képzelni? Baj, hogy ezt egyáltalán nem értem. Igen, az baj, mert megpróbálom nagyon egyszerűen elmagyarázni. Húha, hogyan csináljam ezt másképp? Képzeld el magad elé az autós EQ-t, ahol ott ugrálnak a frekik. Minden egyes ilyen ugráló freki az egy vödör. Hülye név ez a vödör, mindegy. Egy freki, egy színusz hullám, ami ott ugrál előtted. És arról három adatot tudunk, hogy hány hercen volt, milyen hangos, mennyire ugrik föl, meg a fázisát tudjuk. Mi a színusz hullámnak a fázisa? Hogy hol kezdődik? Hol van a periódusban? Így van, az a fázisa a színusz hullámnak, semmi több. Tök egyszerű fogalom szerintem. És amikor én ezeket a fázisokat elkezdem tologatni, az a master tempó. Semmi máson nem változtatok, csak a fázisokat tologatom. De ettől hogy fog felgyorsulni a zene? Igen. Mondom, kísérletet teszünk arra, hogy elmondjuk ezt az egészet. Ez a kísérlet. Hogyan fog felgyorsulni a zene? Oké, hogy megváltoztatom a fázisát. Igen. Tehát, amikor én áttranszformálok az időtartományból, tehát a hullámformából erre a idióta grafikus EQ formátumra, akkor egy valamit nem tudok, az idő információ elveszik. Nincs idő, hanem csak nyilván ez egy ilyen kis ablakban történik, tehát nem tudok egy adott időpillanatra megmondani, hogy hogy vannak ezek a frekik, mindig veszek egy kis részletet a zenéből, és utána arról tudom meg ezt az információt. Oké? Okay? Tehát mondok egy gyakorlati példát. Az FFT méretem az mondjuk 1024, ami azt jelenti, hogy a teljes frekvencia tartományt 1024 különálló frekire bontom, és egy adott mintavételezési frekvencián ez azt jelenti, hogy mondjuk ehhez nekem 11 millisekundum audiót kell betolni, hogy én ezt az adatot megkapjam. Se többet, se kevesebbet. Pont annyit. Jó? Tehát... Remélem, hogy értek, mert én nem, de meghallgatom. Jó. Tehát betolok 11 millisekundum audiót ebbe. A 11 millisekundum azt tudjuk, hogy rövid. Egy picike. Rövid. Jó. Betolok 11 millisekundum audiót ebbe. Azt átkonvertálom ezekre a... Az nem lesz jó. Ott egy tigris bukfencet az Zolitól, igen. Tehát 11 millisekundum audiót betolok, megkapom ezeket a frekiket, fázisokat, adatokat, és utána ebből mondjuk gyorsítok. Akkor nekem ebből a 11 millisekundumos audióból egy 10 millisekundumost kell gyártani, ha 10%-kal gyorsítok mondjuk. Tehát rövidebbet kell csinálnom. Ez megvan, hogy így fog gyorsulni a zene. Igen. De az a lényeg, hogy ebben a 11 millisekundumban kapok egy kvázi egy állóképet a zenéről. Mintha lenne egy orgona. Na, tessék, próbáljuk meg orgonával. Van egy orgonád, templomi orgona. Minden egyes síp azok a különálló színusz hullámok. Minden egyes síp. Ezért amikor az orgonista ugye lenyomja a billentyűket, az egy állókép, hogy nem játszik semmit, csak lenyomja és így szól. Nekem egy olyanom van. És attól függően, hogy gyorsítok vagy lassítok, tologatom a fázisait ezeknek a színusz hullámoknak, illetve visszajátszom ezt a 11 millisekundumos audiót 10 millisekundumosra, mert gyorsítok. Tehát az a lényeg, hogy vannak ilyen kis időpillanataim, amikor ezek mennek. Ilyen állóképekre bontom a zenét. És akkor az állóképek idejét fogod rövidebbre hagyni. Rövidebbre hagyni, vagy éppen hosszabbra hagyni. Ja, értem most már, megvan, hogy pici darabokra van bontva a zene, szétbontod olyan elemeire, aminek már úgy tudod változtatni a hosszát, hogy nem befolyásolja
A minőségét. A minőségét. Értem. Oké. Már ha én azt a színusz hullámot hosszabbra veszem, vagy rövidebbre, attól az még mondjuk egy ugyanúgy egy 400 Hz színusz hullám lesz. A te fülednek az csont ugyanaz. Most már megvan. És ezeket az állóképeket utána varjálom ugye egymás után. Ez az alapkoncepció. Ez úgymond a legegyszerűbb része, amit meg kell érteni. Gyakorlatilag, mintha egy 10 képből álló kockát, a kockák hosszát nyújtogatnám, így a videó hossza is nyúlik, de nem, a mozgások nem fognak elnyúlni, mert a képek időtartamát változtatom. Így van, de a képeken ugyanaz van. Igen, és csak az össznek mozgatom. Igen. Aha. Igen, így is fel lehet ezt fogni. Így van, így van. Na most ennek még nagyon-nagyon-nagyon sok pici részlete van, amit meg kell oldani. Ez így önmagában még borzasztóan fog ám szólni. Tehát annyira rosszul, hogy talán a zenét sem ismered fel. Ugye nagyon sok problémát okoz ez az egész. Képzelj el csak egyetlen egy részletet a képen. Tehát mondjuk a 400 Hz színusz hullámot képzeld el magad előtt, hogy a 400 Hz színusz hullám az egyik képen az kicsit erősebb, a következő képen nagyon erősebb, és tologatom a fázisát. Ha én egy 400 Hz színusz hullámnak van valamilyen fázisa az első képben, de más a fázisa a következő képben, akkor nem fog a kettő illeszkedni. Nem megy át az egyik 400 Hz színusz hullám a másikba, ahogy az kell. Nem fog átmenni. Erre meg azt a trükköt alkalmazzuk, hogy ablakozunk. Tehát az audiót mondjuk nem egymás után következő képekre bontjuk, hanem mindig egy kicsit beleteszünk az előző képből. Ilyen átlapolás van. Hogy mondjuk kezdjük az audiót 0 millisekundumtól, és az első kép az ugye a 10 millisekundumig tart. De a következő kép az nem 10-től 20 millisekundumig jön, hanem 5-től 15-ig. És az rákövetkezendő 10-től 20-ig, aztán 15-től 25-ig. Tehát átlapolás van közöttük. És van egy fading ezek között, a képek között, így van. Egy crossfade. Honnan tudjátok a fade-nek, hogy most mekkora fade kell hozzá, mert ugye az a zene... A fade az fix. A fade az fix, ezt ablakozásnak hívják, és ennek az ablakozásnak van egy görbéje, tehát ez nem egy olyan crossfade, amit mondjuk a keverőn csinálsz, és az kvázi lineárisnak tekinthető, hanem ezek általában ilyen haranggörbék. És ennek megvan a maga kis tudománya, hogy melyik haranggörbe mondjuk a legjobban szól, ami a legkellemesebb a fülnek. Tehát itt már van benne egy úgymond egy titkos komponens, amit senki más nem fog elárulni, hogy ki milyen haranggörbével csinálja ezt az áttűnést. Kezdjünk el arra menni, Zoli, mert lassan bent vagyunk a kínai áruházba, és a karúszó már csúszott fel a kezére lassan. Jó, tehát eddig úgy kb. Szerinted meg vagyunk? Ott értettem meg a képek, hogy a képeket egymás mellé rakom, gyakorlatilag mindenképpen ugyanaz marad, csak a képek hosszát változtatom, ezáltal az egész idő rövidül, vagy hosszabb. Így van. Mivel a képeken mindig ugyanaz van, így a tartalom nem változik. Igen, igen, igen. És ugye ezeket a színusz hullám problémákat akkor így ezzel az átlapolással körülbelül megoldottuk. Mink van még? Most, ha csak egyetlen egy képet vizsgálunk, tehát most nem nézzük, hogy hogyan következnek egymás után, egyetlen egy képet, hogyan tudom felosztani a frekvencia tartományt? Hát mondjuk felosztom, mondok valamit 20 Hz-enként. Tehát az első színusz hullámom az 20-tól 40 Hz-ig, következő 40-től 60-ig, következő 60-tól 80-ig, és így tovább. Valóban ilyen nagyok. Méghozzá azért, kicsit belemegyünk a biológiába, a füledben három szerv van. Külső fül, középső fül, belső fül. A belső fül legbelül, azt mondják ezt a csigának, vagy valami ilyesmi, nem vagyok orvos, nem tudom, de az a lényeg, hogy abban legbelül van körülbelül 3000 szőrszál. Ezek a szőrszálak különböző frekvenciákra érzékenyek, és ezeknek a rezgését alakítja át elektromos szignállá ez a szőrszál, annak van egy hagymája, és abból elektromos szignál jön ki, ami bemegy az agyadba, és az pedig értelmezi.
És ugye minden egyes szőrszál külön frekire érzékeny. De az nem úgy van, hogy az a szőrszál mondjuk csak 50 Hz-re érzékeny, de 51-re már nem. Oké? Hanem van egy tartománya, hogy mondjuk a legjobban, mint egy hangszórónak a rezonancia frekije, a szőrszál a legjobban 50 Hz-en rezeg, de azért 45 is megmozgatja valamire. Meg mondjuk még esetleg a 60 is. Tehát vannak ilyen átfedések, de az a lényeg, hogy csak körülbelül 3000 van belőlük, és nem is egyenletesen érzékel a füled. Hát például a füled a magasoknál teljesen érzéketlen. Te nem hallod, hogy valami 11000 Hz, vagy 11020 Hz. Nem igazán. Azt nem hallod. De azt már meghallod, ha 440 Hz helyett 460 Hz-et hallasz. Igen. Azt már keményen meghallod. Tehát ezek a szőrszálak... ezek a szőrszálak nem egyenletesen oszlanak meg a frekvencia tartományban. Éppen ezért nem úgy bontjuk föl a zenét, hogy 20-tól 40-ig, 40-től 60-ig, 60-tól 80-ig, stb. Mert akkor belefutunk olyanba, hogy van olyan is, hogy 8000, meg 8020, meg 8040, de azt te már nem hallod. Mert a 8000-et, meg a 8500-at meg tudod különböztetni, de ami közötte van, azt nem. És ezért itt is trükközni kell, hogy mégis milyen részletességgel bontom fel a frekvencia spektrumot, és milyen szélesek ezek. Nyilván fontosabb az, ami lent van, mint ami fent van. Egyébként az MP3 is így működik, meg az AAC, meg a többi. Mert ez az egyik faktor ezekbe, hogy a füled teljesen érzéketlen a kis különbségekre, magasabb frekiknél, mint lejjebb. És azok, az az információ eldobható. Aha. És el is dobja. És ha mondjuk egy alacsony bitrátájú MP3-at hallgatsz, akkor többet dob el a magasból, mint egy magasabb bitrátájú, és azt már úgy hallod. Na, és akkor az, tehát az egy másik ilyen kis titkos szósz, hogy hogyan bontjuk fel, milyen frekikre, hogyan kezeljük ezt, mert nem mindegyiket ugyanúgy kezeljük. Aztán van még egy problémánk, hogyha ezt mindezt tökéletesen megvalósítod, akkor meg még mindig szarul szól. Mert hogy úgy fog hangzani, mint a folyamat bekapcsoltad volna a flangert vagy jetet. Erről beszéltem neked, hogy én ezt még most is hallom. Lehet, hogy hallod, így van. Erre pedig az a megoldás... Hogy kikapcsolod a master tempót. Igen, tökéletes megoldás. Erre pedig az a megoldás, hogy kikapcsolod a master tempót akkor, amikor épp van egy lábdob, egy beütés, egy nagy tranziens. És akkor arra a kis pillanatra, amikor a dobos leütötte, amikor oda csapott neki, akkor rezeteljük az egészet a francba, és kezdjük előről. Vagy ha mondjuk nincs lábdob, akkor legalább akkor, mikor a zongorának oda csapnak. Annak áll a legrosszabb. Így van. Tehát az a lényeg, hogy időről időre le kell rezetelni. Sajnos. Akkor ebben van egy mini warp engine? Mert hogy ez is a transzienség. A warp engine meg a master tempo az ugyanaz. Igen? Teljesen ugyanaz. Köszönöm szépen. És hívják még kilóknak, vagy nem is tudom meg. Time stretching egyébként az igazi neve a szakmába. Tehát az a lényeg, hogy le kell rezetelni a megfelelő időpillanatban. Na, az is egy ilyen ördöngösség, hogy ki, hogyan, mikor rezetel. Nyilván, hogyha nem rezetelsz a lábdobon, akkor megint olyan lesz, mintha dupla lenne, vagy félreütöttek volna, vagy elment az éle, vagy ilyesmi. Ha meg túl sokat rezetelsz, akkor meg az egész egy ilyen kicsit ilyen robotikus hangja lesz. Úgyhogy ezeknek a balanszt meg kell találni, hogy hogyan csináld azt, hogy úgy minél kellemesebben hangozzék a dolog. És ez te egymagad, a te szoftveredbe ezt a balanszot ezt megtalálni. Hát igen. Ez konkrétan ez egy ilyen másfél év volt ezt megcsinálni. Amúgy az jó szalaszeg, ahogy nyomkodtam, azt tetszett. De mondjuk egy Eric Price pianót még ma délután meghallgathatunk rajta. Arra kíváncsi lennék, hogy kezdi ezt a... Figyelj, én szerintem az enyémé nem jobb, mint a másoké, sőt biztos, hogy van az enyémétől jobb is. Van egy német csapat, akinek szerintem jobb van. De hát nem tudok most jelenleg több időt ebbe belefetszölni, úgyhogy ez olyan, amilyen szerintem a legtöbb felhasználó számára tökéletesen megfelelő. Nyilván egyébként az emberek 99,9%-a... Igen, aki nem olyan, mint te. Pont nem fogja ezt hallani, de...
én azért hallom, mert tudod, én a zenével foglalkozok, én csinálom is, ismerem is, tudom, hogy épül fel egy zene, értem magát a fizikáját, ezért kihallom, igen. Mert tudom, hogy... Ó, most jutott eszembe, nem beszéltünk még egy fontos dologról, hogy miért érzed a master tempót pontatlannak, miért érzed úgy, hogy csúszkál? Hogy olyan bizonytalan, olyan... Úgy időben vannak a lábdobok, de úgy mégis egy kicsit szétcsúszik, de akkor utána összemegy. Nem a fade miatt, képzeld el, hanem amiatt, ez emiatt a reset miatt. Amikor megcsinálom, tehát bejön egy lábdob, és felismertem, szerencsés voltam, jó volt az algoritmusom, tényleg az ott a lábdobnak az eleje, lerezeteltem. Akkor mi történik? Hát akkor abban az időpillanatban éppen nincs bekapcsolva a master tempó, nem módosítottam a sebességet. Ja, és akkor viszont vissza. De vissza kell kompenzálni, igen, visszaugrik az eredetire. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy minden egyes tranzienstén lemegyünk 0%-ra, utána meg vissza kéne menni mondjuk 4%-ra, mert te most plusz 4-en játszod a zenét, de ha visszamegyek 4%-ra, az nem elég, mert akkor már lassabb lesz a zené, mint ha végig 4-re. Igen, csaltam. Tehát akkor egy kicsit jobban visszamegyek, hogy mondjuk 4,1, 4,2, és utána azt visszalassítom 4-re, hopp, de megint jött egy lábdob, oké, akkor nullán vagyunk megint, utána megint elkezdünk csalni, és gyakorlatilag az egésznek a sebessége az hullámzik. És mi a helyzet például egy olyan kiállásnál, ahol nincs hang? Hát az egy sokkal nehezebb ügy. Sokkal nehezebb. Nem engedheted el a tempót, hogy akkor ott meg gyorsabban megy, mert ugye ha elkezdesz mixelni, és igen. Ugye még nincs föltolva a csatorna, de te megvárod együtt futni a zenét, csak nem tolod fel, igen. És feltolnád a másikat a kiállás végén, de már tökre máshol van, igen. Mert a kiállásban elengedte a master. Ott is meg kell csinálni ezeket a rezeteket, és akkor ott már megint ilyen fekete mágia jön be, hogy mit csinálsz. Az előző nem, egyszerűen van egy minimális idő, tehát hogy megvan benne, hogy mondjuk minden egyes rezetnek legalább mondjuk fél másodpercenként meg kell történnie. Akkor is, ha nincsen lábdob, akkor is, ha nincs semmi. Akkor is csinálni kell egy minimális időközönként egy rezetet, mert széthullik az egész a franzon. Nem olyan egyszerű, én sokkal egyszerűbben elmagyaráztam nektek a régi master tempót. Hát igen, az sokkal egyszerűbb is. Két percbe belefért, azt hiszem, hogy 8. Szoktam figyelni, hogy a 8 percet elérjük, onnantól fizet a YouTube. Kicsit egyszerűbb volt, viszont... Az hallatszódik is a minősége, hogy egy kalapszal. És én régen ezért nem szerettem a master tempót, mert az viszont olyan szinten kinyírja a transzienseket, hogy lábdoboknak eltűnik a komplett eleje. Igen. A zongorákat és a gitárokat az egyszerűen kinyírja, az hallgathatatlanná tesz, és olyan, mint hogyha három zongora szólna egyszerre külön-külön oktávon. Persze nem egész oktávval lépked, hanem éppen ott, ahol. Igen. És borzasztó, úgyhogy én azért nem használtam, de viszont ez a mai napig is fent áll, ugyan nem tudtam megmagyarázni, hogy miért nem szeretem, ugye arra fogtam, mert hogy régen így működött, és szentül meg voltam győződve, hogy ez ma is így van, de én akkor is hallottam ezt a pontatlanságot, amiről beszéltünk, kicsit ilyen hullámzó. Mert hogy igazából hullámzik a tempó, így van, nem állandó a tempó, ha bekapcsolod a master tempót. És sokszor az van, hogy összeraksz két zenét, tökre, takra egyre van, és mégis trammol minden, negyedik, ötödik, néha trammol, és hiány, csúsztatsz egy kicsit erre, nem jó, csúsztatsz, megint nem jó, és nem tudod összehozni. Meg gondolom, két olyan zenét választottam, aminél pont nem úgy működik így ez, van. A, így ez van. Az algoritmus, ahogy kéne, nem ott reszetel, nem... Azaz. Gyerekek, megfejtettem, 38 év kellett, hozzám megfejtettem. Ennyi. Tudunk-e ebbe még többet beletenni? Szerintem nem érdemes, mert túl bonyolult. Akkor gyerekek, hadd mutassuk a festői tájat. Tökörító Fülpösön vagyunk a bányató egyik eldugott részénél. Gábor, köszönöm szépen, és a nézők nevében is köszönjük neked, hogy elmagyaráztad nekünk. Nagyon ezt szívesen. Remekbe szabott master tempó sztorit. Gyerekek, mi találkozunk a következő epizódban. Jók legyetek, srácok! Szevasztok!